Köszöntöm a nézőket! Az év utolsó adásában a Magyar Kórusok Napjával és Vattai Noémi legújabb alkotásaival foglalkozunk. Tartsanak velünk ismét! Rendhagyó módon ünnepelte a Kóta a magyar kórusokat decemberben. A szervezők a járványhelyzet miatt csak online formában tudták megtartani az ünnepséget. A műsor folyamban bemutatkozó mintegy 130 fellépő között a Bajai Liszt Ferenc és az Ad Libitum kórus is helyet kapott. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége a Magyar Zenei Kamara védnökségével 1991 óta rendezi meg a Magyar Kórusok Napját, amit idén rendhagyó módon ünnepeltek. 2020-ban az énekarok is online térbe vonultak, a műsor folyamban pedig stúdióbeszélgetések és a karoktól beküldött videók kaptak helyet. A program első napján szerepelt a Bajai Liszt Ferenc kórus, akik Dankó József és Kubán Lóránt kíséretével egy kortárs szerződalát adták elő. Fantasztikus jó kezdeményezés, hiszen a kórusok már egész évben nem tudnak igazándiból találkozni, koncertezni, és hiányzik mindannyiunknak, nagyon-nagyon hiányzik a kórus éneklés, a kórus muzsika, hiszen 20 éve, 30 éve ebben élünk, hogy hetente kétszer is, háromszor is találkozunk, és énekelünk, és jól érezzük magunkat. Fesztiválokra járunk ide-oda, és most mindez nincs, és szerintem ezt hivatott megoldani, vagy egyáltalán gondolni erre, hogy itt az advent időszakában mégis egy olyan hangulatot teremtsen, hogy várjuk az ünnepet. A Liszt Ferenc kórus három felvételt küldött az eseményre, köztük egy olyat is, amiben szólóének is hallható volt. Én küldtem annyi anyagot, vagy küldtünk, hogy tudjanak válogatni, mert tudtam azt, hogy lesznek műazonosságok. Tehát ennyi kórusban biztos, hogy van olyan, hogy ugyanazokat a darabokat tesszük be, és ezért adtam olyan lehetőséget, hogy a három közül válasszanak, amelyik éppen még nincs ott. Vagy ha van olyan kórus, aki csak egyet küldött be, ugye akkor azt nem teheti ki, azt fogják énekelni, úgyhogy háromat küldtünk, ha megemlíthetem Kodály Zoltánnak az advent énekét, Robánnak a Juráj Miápját, magyarul fordítva Tisz Tepelemelsz, és Adámtól az Oh Holy Night-ot, amiben Bálint Fruzsikánk énekelt szólót, és Wolfáti Tóth Marcsika fuvolázott, valamint Dankó Józsi zongorázott. A Liszt Ferenc kórus a Nemzetközi Kórus Fesztiválra is készült, de a koronavírus az ő számításaikat is keresztül húzta. Makkai Gézáné énekkarának 8 fellépést kellett lemondania ebben az évben, illetve az egyéb, hagyományos összejöveteleiket is át kellett csúsztatniuk a jövő évre. A kar nagy bízik benne, hogy jövőre ott folytathatják majd, ahol abba hagyták. Az év elején összejöttünk, mert nagyon-nagyon készültünk, mint Belgrádban, márciusban lett volna ez a Nemzetközi Kórus Fesztivál, és minden előkészületünk már megvolt, nyertünk is pályázaton, iti költségre egy kis pénzt is, és nagyon boldogok voltunk, hogy mehetünk, de aztán nem tudták megrendezni, mert akkor már itt volt a Covid. És hét koncertünk maradt el tulajdonképpen ebben az évben, amelyre hát készültünk volna. Augusztus végén akkor egy kis kórustábort csináltunk, egy kétnapos, és akkor ott már elővettük azokat a műveket, amelyekkel a karácsonyi koncertre készültünk volna, de aztán ugye hát szeptember végén már itt volt megint a baj, úgyhogy leállították a lehetőségeinket. Márciusban lett volna ez a Nemzetközi Kórusfesztivál Belgrádban, akkor májusban lett volna a mi Pünkösvárok kórusfesztiválunk, két vendégkórust hívtunk meg. Júniusban Balatonfüredre voltunk hivatalosak, szeptemberben Weiblingenbe, októberben Szombathelyre és Egerbe, és novemberben pedig Jánossalván lett volna a megyei kórus találkozó, valamint hát most decemberben a karácsonyi koncert. Most lett volna a télapó estünk, egy hagyomány már, akkor ezek a karácsonyi közös vacsora,
Szentivárra is, és már 12. éve, minden évben megyünk, és karácsonyi koncertet tartunk, nagyon számítanak ránk, mi is rájuk. Úgyhogy vannak olyan gyönyörű szép hagyományaink, és most ez sajnos megszakadt. Én bízom benne, hogy jövőre ugyanúgy tudjuk ott folytatni, ahol abba hagytuk. A város másik kórusa, az Ad libitum tagjai is sokáig kitartottak. Vezetőjük, Petőné Kővári Andrea a próbálkozások után végül úgy döntött, nem kockáztat tovább. Bár jelenleg nem tudnak személyesen összejönni, de tartják egymással a kapcsolatot. Hogyan nézett ki a 2020-as évük? Azért a járványhelyzet nagyban meghatározta azt, hogy most milyen gyakran ülhettek össze, vagy állhattak össze próbálni. Tudtak azért készülni valamilyen szinten? Tudtak együtt énekelni idén? Hát inkább a próbálkozás szó jut erről eszembe, hiszen a karácsonyi koncert után január-február a felkészülés az új művek tanulásának az időszaka szokott lenni, és mire ebbe belemelegedtünk, márciusban már meg kellett állnia a kórusoknak a munkával, és ez tartott egészen május végéig. Májusban új erővel, új lelkesedéssel szintén összejöttünk, de már csak a szabad téren mertünk egymással találkozni, így június végéig, július első hetéig együtt voltunk, együtt énekeltünk, készültünk, reményeink szerint az őszi koncertekre, karácsonyi koncertre, de aztán ezt a vírushelyzet áthúzta. Mi elég sokáig próbálkoztunk, október végéig találkoztunk, először szabadtéren, utána pedig nagyon pici csoportokban a Kultúrpalota nagy termében, szólamok, vagy ha az egész kórus ott volt, akkor a fiúk az emeletre mentek, lányok a földszinten énekeltek, de olyan annyira elhatalmasodott ez a dolog, hogy nem akartam kitenni az énekeseket a fertőzés veszélyének, és ezért október végén mi is megálltunk a próbákkal. Bár az Ad libitum idén nem készült a kórus fesztiválra, nekik is voltak nagyszabású terveik, amiknek ha nem is teljesen, de a következő évig biztosan rövid búcsút kellett mondaniuk. Milyen terveik voltak erre az évre, amik nem teljesülhettek? Nagyon szerettünk volna egy 20. századi művekből, illetve Karl Orff Carmina Buránájából egy szép koncertet adni. Ugye ez elmaradt, ezt most a következő évre napoltuk, hiszen mi 2021-ben a kórus 30 éves fennállását fogjuk ünnepelni, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Illetve 2021-ben Ljubljanában az Európa Kántát Kórus Fesztivál lesz, amin nagyon szeretnénk részt venni. Az Ad libitum vezetőjét is megkérdeztem arról, hogy mi a véleménye a kóta rendhagyó online közvetítéséről. Ez az online kóta közvetítés, ez egy fantasztikus lehetőség, és hogy mennyire örült ennek mindenki, azt is mutatja, hogy 130-nál több kórus jelentkezett erre a felvételre, így nem egy, hanem két napos hangverseny folyamot csináltak ebből. Gyerekkórusok, felnőtt együttesek, népzenei együttesek, fiatalok, könnyű zenészek, tehát rendkívül változatos programmal és magas színvonalon jelentkezett ez az esemény, illetve a kórusokat megszakítják stúdióbeszélgetések, online beszélgetések aktuális problémákról, hogyan lehet életben tartani karantén idején a kórusokat, hogyan lehet a lelkesedést megtartani a kórustagokban, hogyan lehet ezen tovább lendülni, tehát nagyon hasznos információt kapnak a kórusvezetők. De ezt nem csak kórustagoknak, nem csak zenei szakembereknek ajánlom, hanem mindenkinek, aki szereti az e fajta muzsikát. Petőné Kővári Andrea elmondta, a Magyar Kórusok Napjára ők a tavalyi karácsonyi koncertjükből küldtek be két részletet, azokat az online esemény második napján tekinthették meg az érdeklődők.
Nagyon szabad volt a választás, több kategóriát jelöltek meg, hogy a kórusok milyen felvételeket küldhetnek, lehetett kodályművet beküldeni, lehetett kortárs szerzőművével készülni, de népdal, népdalfeldolgozás is belefért, illetve hát mivel december van és várjuk a karácsonyt, karácsonyi felvételek is, vagy pedig kedvenc kórusművek is beleférhettek. Egyetlen megkötés volt, hogy körülbelül a felvételek 7 percnél ne legyenek hosszabbak. Mi a tavalyi karácsonyi koncertből vágtunk ki 2 részletet, 2 karácsonyi kórusművet. A 2020-as Magyar Kórusok Napja alkalmából összeállított műsorfolyam már elérhető és visszanézhető a Kóta közösségi oldalán. Vatai Noémi és jellegzetes munkái nem ismeretlenek a bajaiak számára. A festőnek több alkalommal is nyílt már tárlata a városban. Legújabb munkáit egy naptár formájában tekinthetik meg az érdeklődők. Erről és a jövőbeli tervekről beszélgetünk most az alkotóval. Köszöntelek téged itt a stúdióban. Köszönöm én is, hogy itt lehetek. Ahogy itt elhangzott a köszöntő szövegben is, idén is kedveskedtél az érdeklődőknek, a műkedvelőknek egy naptárral, ahol a legújabb munkáidat tekinthetik meg. Mesélsz erről nekünk egy kicsit, hogy hogyan jött egyáltalán ez az ötlet, mik azok az alkotások, amik megtalálhatók a naptárban? Hát ennek már egy kis hagyománya van. Évekkel ezelőtt kezdtem ezt így kidolgozni, hogy mindig az elmúlt évnek a képeiből készítettem egy naptárt, először csak ilyen szűk családi körbe adtam a rokonoknak, meg a barátoknak, és akkor később egyre nagyobb érdeklődés lett iránta, és akkor hát ez egy rendszeressé vált, és akkor évekig mindig voltak naptárak a legújabb alkotásaimból, aztán volt egy ilyen alkotói válság időszak, pár évig, amikor nem került erre sor, na de hát most a mostani vírus helyzet az kedvezett az elmélyülésnek, meg az alkotói tevékenységnek, úgyhogy új képeik születtek, és ez megint arra inspirált, hogy naptárt készítsek a legújabb alkotásaimból. Hogy már említetted az inspiráció szót, mi az, ami mondjuk alkotásra késztet, akár téma, hangulat, ugye elég jellegzetesek azok az alkotások, amik születnek a kezed nyomán, mondhatjuk azt, hogy aki látja a munkáidat, az szinte elsőként rávágja, tudja, hogy ez tőled származik, mi az, ami akár a mindennapokban alkotásra késztethet? Hát én nagyon örülök ennek, hogy így felismerhetőek a kezem nyomai a képeken, tehát tényleg ezt sokszor mondják, tehát én ennek örülök, mert igazából mindig csak magamat adom. Tehát ez az alkotás nálam egy nagyon intim folyamat, egy ilyen tudatalatti tevékenység. Nem tudom, tehát igazából egy álomvilágot próbálok magam elé képzelni, és mindig visszamegyek az időbe, és imádom ezeket a régi időknek a hangulatát, ezt a nyugalmat, ezt a kávézói stílust, ezt az eleganciát, és végül is a képeimet mindig ezen témakörök köré fonom, és mindig van valami aktualitása. Például a tavaszi képeimet az így lette, ahogy a Honpolgár újságban megjelent a címlapon az egyik alkotásom, és úgy az volt így egy kicsit a sugalmazás, hogy legyen valami bajai kötődése is a képnek, de hát tavaszi hangulatú is legyen, és így született meg az egyik képem. De több képet csináltam ez alapján, tehát akkor ez a témakör köré fontam a legújabb képeimet, és akkor mit tudom én téli időszakban, amikor kicsit más hangulat van, vagy bálozási szezon, akkor pedig csináltam azokat a képeket, hogy a táncparkett varázsa, vagy az úgy táncolnék veled. Tehát attól függ, hogy milyen évszak van, milyen ingerek érnek, hogyha például egy ilyen utazós élményem van, akkor mit tudom, lehet, hogy egy vitorlást fogok rajzolni, tehát mindig mást. Mindig, ami éppen foglalkoztat, vagy megérint. És akkor mondhatjuk azt, hogy személyes élmények, tapasztalatok, vagy akár mondjuk egy kép, egy általad korábban már látott kép az, amit te a vászon is megfestesz. Igen, tehát nagyon szeretek fotózni, tehát minden érdekel, ami a szépséggel kapcsolatos, minden egyéb ilyen alkotói tevékenységet is végzek, imádok így dekorálni, lakást díszíteni, imádom a ruhákat, és akkor így ez a sok mindenség így összevegyül egy képpé. És vagy egy fotó mihleti például, mit tudom én, lefotózok egy városrészletet, egy utcarészletet, vagy megtetszik valami, vagy valahol egy kép, és akkor ez elindít bennem egy ilyen
inspirációt, egy ilyen vágyat, és lehet, hogy csak egy figura tetszik azon a fotón, és akkor utána én köré fonok egy ilyen álomvilágot. És én se tudom, amikor elkezdem a képet, hogy hogy fog befejeződni. Ez nem annyira megkonstruált dolog, hanem ez így áramlik. Tehát az a jó, amikor az alkotásnál elindul ez az áramlásos folyamat, hogy nincs semmi görcsölés, hanem elkezdem, jó hangulatom van, jól érzem magam, közben zenét szoktam hallgatni, és ez alapján így alakul a kép. Na, ránézek a krétáimra, megnézem, hogy milyen színűek, akkor kirakom, hogy most milyen színvilágba kéne megcsinálni a legújabb képeimet, és akkor a végén már nem is nyúlok azokhoz a krétákhoz, hanem megint ösztönből visszanyúlok bizonyos színekhez mindig jellegzetesen. Azok az alkotások, amik most helyet kaptak a naptárban, ezek konkrétan a naptárra készültek, vagy elkészültek az alkotások, és akkor válogattál, hogy ez erre a hónapra jellemző, ez inkább tavaszi, nyári? Hát ez így volt az utóbbi verzió, hogy igazából rengeteg képet csináltam az utóbbi időben, nagyon sok tavaszi képem is lett, és akkor már megvolt a 12 kép, mert azért mindig az egy célkitűzés, hogy legalább legyen mindig minimum 12 képem, de még jobb, hogyha több van. Mert azért megmondom őszintén, ahogy így változik az idő, múlik az idő, akkor lehet, hogy mit tudom, azt mondom az egyik képemre, hogy ez már nem annyira kedves nekem. És akkor a 12 meg bekerül a naptárba, és akkor így nagyon jó esetben nem kell nagyon görcsölni, mert valahogy így adják magukat a képek, hogy ránézek, és azt mondom, hogy fú, ez tiszta nyár, vagy ez tiszta tavasz, vagy mondjuk ez egy téli dolog. Hát érdekes, mert igazából én soha nem szoktam tájképeket festeni, tehát mindig embereket ábrázolok, és az alakábrázolás a legkedvesebb, amit szeretek csinálni. Tehát igazából így könnyebb nekem, tehát nem egy téli tájat, ábrázoló képet, azt nem lehet berakni nyára, de erre sok mindent rá lehet húzni. És akkor még egy nagyon érdekes dolog, hogy adok a képeknek címet. Na hát az még egy másik nagyon érdekes dolog, mert mindegyiknek lehet ilyen nagyon materiális, ilyen kézzelfogható címe, hogy két lány, meg ilyen bugyuta valamik, és mindig azon gondolkodok, hogy annyi dalszöveg van, annyi fantasztikus vers részlet, és mindig megpróbálok, hogy valami vers részlet eszembe jut, vagy egy jó dal, betét, sor, és leginkább így szeretném már a képeimet elnevezni, hogy ilyen dalsorokkal. Vagy például egy nagyon nagy vágyam, hogy a képeimhez verseket társítani. És mondjuk szeretnék mondjuk egy olyan költőt vagy költőket találni, akik mondjuk verseket írnának a képemhez, vagy én az ő verseiket elolvasva csinálnék képet, és akkor, hogy ilyen összetúrmixolni, hogy különböző művészeti ágak találkozzanak. De akkor ezek szerint az alapján, amit mondtál, hogy minden egy adott hangulat, élmény alapján születik meg, mondjuk egy-egy kép, akkor akár még erre is lehet esély, hogy mondjuk egy költemény inspirál alkotásra. Igen, ezt nagyon szeretném. Ez egy nagyon nagy vágyam, hogy legyen egy ilyen gyűjteményes kötet, lehetnének benne novellák, kisebb történetek, valami kortárs íróktól, és hogy az én képeim illusztrálják ezt a kis könyvecskét, vagy ezt a kis gondolatgyűjteményt, mert én azon túl, hogy szeretek rajzolni, egy csomó minden érdekel. Tehát imádok így filozófálgatni, meg ilyen pszichológiai dolgokat, pszichológiai előadásokat hallgatni, Popper Pétert olvasni, és minden, ami az emberi lélekkel foglalkozik. És igazából úgy érzem, hogy a képeim jól kiegészítenek mondjuk egy verses kötetet, vagy mondjuk egy ilyen, vagy ilyen magvas kis gondolatoknak a gyűjteményét. Szerintem egyébként a műkedvelők is örülnének, hogyha lenne egy ilyen párosítás. Van egyébként kedvenc képed? Hogy az én képeim közül? Vannak, igen, van, mindig. Mindig van egy kedvenc képem, és most már oda lukadtam ki, hogy vannak képek, amiket már úgy döntöttem, hogy nem is fogok eladni, mert nagyon sok képemet már megvették. Amit megvesznek, sosem bánom, mert mindig úgy gondolok a képeimre, hogy olyanok, mint a gyerekek. Az én gyerekeim, amik belőlem lettek, de mindig elengedem, hogy a saját útjukat járják. De most a férjem nagyon szereti a képeimet, és a lakásunk végül is az én képeimmel van dekorálva. És akkor mindig szoktam nézegetni a képeket, és akkor mindig azon gondolkodok, mit csináltam volna most kicsit másképp, vagy azon gondolkodok, hogy fú, ezt most ott milyen jól megcsináltam. És már kétszer ugyanolyan képet nem tudok csinálni, meg nem is akarok, tehát ilyen szóba se jöhet. És akkor vannak képek, amikhez már így egyre jobban kötődök és ragaszkodok. Az is érdekes, hogy nem csak ugye a naptárban, vagy nem csak egy kiállítás alkalmával találkozhatnak mondjuk a munkáiddal az érdeklődők, hanem például az itt látható ajándéktárgyakon is feltűnnek ezek a munkák. Az honnan jött az az ötlet, hogy akár mondjuk kis ajándék
tárgyakon is megjelentesd a munkákat? Hát ahogy az életem során eljutottam Párizsba, akkor voltam Bécsbe, és hát ugye Bécs az a Klimt imádatról szól. Tehát nincs ember, akinek nincs klimtes esernyője, vagy mit tudom én, valamilyen olyan használati tárgya, vagy mondjuk egy pohár alátéte, vagy egy bögre alátéte. A Párizsban meg Toulouse-Lautrec, tehát én, nekem a kedvenc festőm az a Toulouse-Lautrec, vagy alkotóm. És hát ott rengeteg, és az egész hangulat, meg minden, és hát a másik nagy probléma, tehát onnan jött ez a fajta ötlet, utána pedig arra gondoltam, hogy 21. századot élünk, tehát összességében most monumentális képeket nem biztos, hogy az emberek becipelnek a lakásukba, hanem így tehát trendivé kell válni, és mennyire jó dolog nekem is, meg lehet, hogy másnak is, hogyha mondjuk az alkotáson megjelenik egy bögrém, mert ő nem tud képet venni, vagy nem akar, vagy nem fér el, akkor ha szeretné nézegetni az én képeimet, akkor ott van a kedvenc bögrén, és abból ihatja a reggeli kávéját. Most tegnap pont a barátnőmmel találkoztam, minden barátnőm kapott egy bögrét, valójában a bögre rátalált a gazdájára, mert mindenki egy olyan típusú képet kapott, aminek lehet, hogy pont üzenete volt az ő kis életében. És mindegyik más színű, vidám, és akkor innen jött ez az ötlet. Akkor mondhatjuk azt, hogy egy-egy munkádnak mondjuk konkrét üzenete van a közönség, a nézők, az érdeklődők számára? Hát nekem ilyen értelemben nincs tudatosan, tehát én tudatosan nem akarok így üzenni. Mindenki valamit gondol, vagy egy élethelyzet megtalálja, hogy mondjuk miért pont ahhoz a képhez vonzódik. Hogy mit tudom én, itt van például ez a Csók című kép, most aki mondjuk ilyen szerelmesebb típus, vagy olyan életszakaszban van, hogy most a szerelem az fontos az életében, akkor lehet, hogy ő inkább ehhez a képhez vonzódik. Valaki meg mondjuk olyan életszakaszban van, hogy ő szívesen kávézik a barátnőjével a kávézóba, akkor ő azt mondja, hogy ő a kávézós barátnős bögrét szeretné, vagy például azt a bögrét vagy alkotást, ahol ülnek a barátnők a padon. Tehát nem tudom, ez egy ilyen érdekes dolog. Mindenkinek mást jelent egy kép. Tehát igazából ez egy vizuális inger, amiben rengeteg mindent bele lehet gondolni. Tehát ebbe az alkotói folyamatban ez a legjobb. Tehát itt nincsenek szavak, itt csak érzések vannak. És én is érzésekből dolgozom, és a kép mindenkiből valamilyen másik érzést vált ki. És ez a jó, ha valamit kivált. Akár legyen jó érzés, rossz érzés, mondjuk én azt szeretném, hogyha jó érzést váltana ki, és jó hangulatba kerülne. Neked alkotás közben milyen gondolatok járnak a fejedben? Itt elhangzott, hogy zenét szoktál közben hallgatni, igen. Nyilván az ember valamilyen formában relaxál, hat és alkotás közben. Hát én általában zenét hallgatok, vagy pedig nagyon érdekes előadásokat. Tehát vannak ilyen kedvenceim, mint Popper Péter, és akkor én bekapcsolom a YouTube-on, és akkor közben bekeveredek egy hangulatba, én közben jókat szórakozok, és akkor nekem ez így fantasztikus, és akkor közben rajzolok, és ha mást akarok hallgatni, akkor berakok mondjuk egy jazz zenét, vagy egy regit, vagy éppen attól függ, hogy milyen hangulatba szeretném hozni magam, mert van az öt érzékszervünk, és ha valami érzékszervünkre hatunk illattal, vagy hanggal, vagy bármi, az bizonyos érzelmeket vált ki belőlünk, ezt lehet előidézni is, mondjuk egy olyan zene hallgatással. Nem tudom. Ezen még annyira nem gondolkodtam, mindig hallgatok valamit. Tehát én gyerekkoromban úgy nőttem fel, hogy a apukámnak fantasztikus lemezgyűjteménye volt, és mindig szólt otthon a zene, és nekem, ha meghallok mondjuk egy Démis Russzost, mert hát már azért nem vagyok annyira fiatal, akkor én nem tudom, akkor ezt a boldog életérzés, aminek a gyerekkoromban az a biztonság, meg az a, hogy mit tudom én, vasárnap van, és halászlét fogunk főzni, vagy mit nyár van, vagy meleg van, és akkor bizonyos zenékre bizonyos emlékek jutnak eszembe, és onnantól fogva elindul egy ilyen folyamat, és én már jól érzem magam. Maga a technikai kidolgozás, azt mondhatjuk, hogy állandó a pasztell technika? Hát kísérletezni azért szoktam, nagyon érdekes ez a pasztellkréta. Tehát megrajzolom mondjuk ilyen nagy vonalakba a képemet ceruzával, és akkor elkezdek mondjuk azt az alakot kezdem el leginkább kidolgozni, amelyik legközelebb állt hozzám, ami megfogott. És akkor közben már el szoktam jutni odáig, hogy kezdem fotózni ezeket a félkész képeket. És lehet, hogy elindul a kép valahonnan, valahogy kinéz, és a végén teljesen eltűnik mondjuk az az alak, amivel kezdtem, mert a pasztelkrétát azért lehet így maszatolni, meg lehet vele dolgozni, meg érdekesen játszani, és olyan érdekességek, és utána visszanézem a fotókat, mert ugye már nem lehet visszaállítani az eredeti állapotot, mint a számítógépnél, hogy visszavonjuk a korábbi
állapotot, és akkor egyszerűen azt mondom, hogy lehet, hogy itt kellett volna mondjuk abba hagyni, mert ez a vázlat jobb, mint az eredeti. Egyszerűen hihetetlen, és ebbe az alkotásba az a legfantasztikusabb, hogy mindig el kell dönteni, hogy hol hagyja abba az ember, vagy mit mennyire dolgozzon ki, és nem szabad félni semmitől, mert el lehet rontani valamit persze, de ettől nem kell félni, mert egyszerűen, ha az ember nem görcsöl, hanem szabadon áramlik ez az egész dolog, akkor valami jó dolog tud ebből születni. És nem szeretek ilyen vázlatokat készíteni, tehát nekem nincsen, hogy mit tudom, valami nem sikerül, vagy félig megrajzolom, és akkor ezt így elrakom, és majd folytatom. Tehát azt általában már soha többet nem fejezem be, mert kikerülök ebből az állapotból, tehát egy képet általában addig rajzolok, amíg be nem fejezem, és nem törekszem arra, hogy mit tudom én, legyenek ilyen selejtek, hogy fú, hát ez nem tetszik, hanem addig nem hagyom abba, amíg nem lesz olyan, amilyennek szeretném. A város több pontján nyílt már tárlatot az elmúlt években, és ezúttal egy jellegzetes helyszínen láthatják az érdeklődők a jellegzetes alkotásaidat, hiszen a Városházán tekinthetik meg a képeket. Ez mit jelenthet egy alkotó számára, hogy mondjuk a város központjában, a polgármesteri hivatalban állítják ki az alkotásait? Hát ez egy nagyon nagy öröm, és egy nagyon nagy megtiszteltetés. Nem is gondoltam erre, egy véletlen folytán jutottam el odáig, hogy a képeim kiállításra kerültek. Hát én ennek nagyon-nagyon örülök, és szeretném azt remélni, hogy ez egy útnak, megint egy új útnak a kezdete, mert nagyon nagy vágyam, például, hogy külföldi kiállításokon megmutatkozzak. Már meg is volt a helyszín, Zentán lett volna egy kiállításom ősszel, de hát a Covid miatt erre nem kerülhetett volna sor. De hát egy másik nagyon nagy vágyam, hogy mondjuk testvérvárosba kikerüljenek az alkotásaim Bajai városi rendezvény keretein belül. És hát persze ez a fajta kiállítás elindított még egy másik útat is, és új lehetőségek nyíltak. Egy nagyszabású kiállítást megnyitott szeretnénk tavasszal, tehát a polgármester asszony is nagy mértékben támogat ebben. Beszéltem már az Ottmár Attilával, illetőleg a Túri Hédivel, tehát szeretnénk egy francia sanzon nevű kiállítást. Volt már egy ilyen kiállításom annak idején, Zsombon, amikor az egész kiállító teret berendezték egy Champs-Élysées-nek, ilyen kandelláberekkel, padokkal szólt ez a francia zene, hát az fantasztikus volt, és most szeretnénk egy ilyen monumentálisabbat, ahova nem csak én, mint festő vagy a képeimmel megjelenjek, hanem egyéb más dolgokat, mondjuk divatbemutatót, gasztronómiát, zenét, hát a zene az minden kiállítás megnyitónak a elengedhetetlen kelléke, tehát a lányomék is már zenéltek a kiállítás megnyitón, akkor a volt férjem is a saját kis zenekarával, tehát mindig, tehát zeneminek mindig lenni kell, de hát egy ilyen kulturális töltetet szeretnénk, amikor több művészi ág találkozik együtt, és egy társasági eseményt szeretnénk, egy olyan kiállítás a terv. Akkor mondhatjuk, hogy Covid ide, Covid oda, tervek azért vannak a jövőre. Tervek azért vannak, így van. Reméljük, hogy a vírushelyzetet követően ezek a tervek meg is valósulhatnak. Hát én is bízom benne. Én sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Időszakra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Örülök, hogy itt lehettem. Visszatekintő rovatunkban a tavaly decemberben nyílt kutyafotó kiállítás pillanatait idézzük fel, így a következő percekben ismét megtekinthetjük együtt kis család megmosolyogtató fotóit. Mosolygós, komoly tekintetű, rövid vagy éppen hosszú szőrű négylábúak köszönnek vissza a kis család képeiről. A Bajai kötődésű fotográfusban 11 évvel ezelőtt fogalmazódott meg az állatportré ötlete, az eredmény pedig már első alkalommal nagy sikert aratott a négylábú modell és gazdája körében, így hamar elterjedt a formabontó fénykép híre. Az első kutyus volt az, ami aztán megfordította, vagy egy olyan változás hozott az életemben, ami azóta is tart. Ez egy kölyök francia buldog volt, egy barátom kért meg 11 évvel ezelőtt most már, hogy lett egy kölyök kutyája, és szeretne róla szép képeket, és hogy menjünk ki a Városligetbe, és csináljak róla egy pár fotót. Március is volt, latyak volt, hideg volt. Én eleve az én asztalom az inkább a műterem, mint a szabadtér, és mondtam, hogy inkább ő jöjjön be hozzám, és csináljunk egy sorozatot. Meglepődtünk mi is nagyon, hát egy 6-7-es francia buldog az eleve eladja magát. Nagyon édes cuki képek készültek, és akkor kitaláltuk, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy portré sorozatot ebből. Akkor nem akartam
Annyit tudtam, hogy én a fotóhoz értek, világítani tudok, de hogy a kutyás szempontból is ez megállja a helyét, megkerestem egy barátomat, aki tenyésztő, handler, pontosan tudja, hogy mitől, hogy melyik kutya szép, és abban ebben segített nekem, hogy olyan kutyákat válogattunk össze, akik kutyás szemmel is nagyon szépek voltak. És akkor egy 10-12 képes sorozatot csináltunk egy hétvégén, ami baromi jól sikerült, és egy pár nap múlva csörgött a telefonom, hogy én mennyiért csinálok egy ilyen sorozatot. És igazából a legelső érdeklődőt elhajtottam, mert mondtam neki, hogy ez egy ilyen személyes projekt volt, és hogy semmi egyéb szándékom nincs ezzel, de még aznap valaki fölhívott ugyanezzel, és akkor rájöttem, hogy darásfészekbe nyúltam igazából. Innen indult, és tulajdonképpen ilyen ösztönök mentén dolgoztunk. A modellek gyakran izgatottak a fotózás előtt, emiatt minden esetben biztosítanak időt a kisállatnak arra, hogy felmérje a terepet és megismerkedjen az alkotókkal. Lassan kell dolgozni, meg kell ismertetni az új helyet a kutyákkal, meg kell ismertetni az új ingereket, és mindenkivel egy kicsit másképp kell bánni, de a végeredmény az, hogy azért egy fél óra után már annyira jó összhang van közöttünk, hogy már hagyja, hogy fényképezzük őket, és akkor innentől kezdve már csak rajtam múlik, hogy mi lesz a végeredmény. Vannak a nagyon magas energiaszintű kutyák, akik a kölyök kutyák abszolút ebbe a kategóriába tartoznak, tehát rájuk ezt általánosan mondhatjuk. Ott a nehézség az inkább az, hogy hogyan kapjuk el azt a pillanatot, mert hogy általában gyorsabban megtörténik, mint hogy azt mi szeretnénk. Ott inkább a reflexek, amire van nagyobb szükség. Aztán a másik véglet, ugye, amikor igen alacsony energiájú kutyák vannak, ezek főként idős kutyák. Itt az a nehéz, hogy ne egy szobanövénynek tűnjön, és nem mindenképpen ugyanúgy legyen ott az a kihívás, hogy kimozdítsuk ebből az állapotból, míg az aktív kutyáknál inkább az, hogy valahogy próbáljuk meg egy helyben tartani. Fajtára nem bontanám le, inkább életkorra. Csanád munkája során valamennyi fajtával dolgozott már együtt. A fényképés szerint nincs különbség fajta, kis vagy nagy testű állat között, azt pedig biztosan állítja, hogy a négylábúakkal szemben állított előítéletek jellemzően alaptalanok. Nem fajta szerint szelektálok, valamiért én a dótszörű kutyákat és én a közepes méretű keverékkutyákat szeretem a legjobban. Nekem azok valamiért a leginkább a kutya kategória. Egyébként a munkám során megtanultam, hogy a legkisebbtől a legnagyobbig mindegyikben pontosan ugyanez a kutya lélek lakik. Míg egy csomó sztereotípiát építünk erre, én ennek pont az ellenkezőjét látom. Hogy vannak jól meg rosszul szocializált kutyák, de ezek közül mindegyik ugyanannyira kutya. A fotográfus az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt fektet a gazdátlan négylábúak népszerűsítésére. Képeihez is gyakran választ menhelyen élő kutyákat. Már a legelején felmerült ez az igény bennem, hogy segítsek valamilyen módon a gazdikereső kutyáknak. Én nekem tacskóim vannak egész pontosan kettő, és ezért is adta magát, hogy én a tacskófajtamentésnél kezdtem el segíteni. Aztán nagyon-nagyon sokan megkerestek sok helyről, és igazából most csúnya szóval mondva válogatok a között, hogy kinek segítek. Próbálok igazából mindenkinek segíteni, de leginkább a legrászorultabbak felé megyek, úgyhogy most már sokszor nem is menhelyeknek, hanem akár gyermekteli telepeknek is segítek. Az utcán élő kóbor állatok helyzetére hívta fel a figyelmet a tárlatot megnyitó Sándor Boglárka is. Az Összefogás a Bajai Cicákért Egyesület titkára kiemelte, kevesen gondolják, hogy akár egy a kávézó falain látható kép is segíthet az elárvult négylábúakon. Ebben az országban olyan szinten áll az állatvédelem, hogy örülnünk kell, és nagyon örülünk is minden olyan akciónak, ami egy picit is felhívja a figyelmet az állatok jólétének a fontosságára. Bárcsak nagyon sok olyan ember lenne, mint kis Csanád, aki úgy gondolja, hogy a maga helyén, a maga eszközeivel, a maga módszereivel és a saját maga által elérhető köröket megszólítva tenni tud és tenni akar valamit az állatokért. Ugye tudjuk azt, hogy ebben az országban több millió kóborkutya és kóbormacska él, és akármilyen hatalmas erőfeszítéseket is tesznek az állatmentők és az állatvédők, mert tesznek. Egyedül nem tudják megoldani a helyzetet. Itt néhány ezer emberről beszélünk. Ez a néhány ezer ember több milliós állományok ellátására alkalmatlan, képtelen. Nagyon fontos lenne az, hogy mindenki keresse és találja meg azokat a forrásokat, eszközöket, folyosókat, módszereket,
amivel segíteni tud. Mi borzasztóan hálásak vagyunk minden egyes ilyen akcióért, és ha ezeket a képeket itt a falakon megnézzük, akkor én abban bízom, és arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy ne csak úgy nézzünk rájuk, hogy jaj, de cuki, jaj, de szép, milyen aranyosan áll a fülecskéje, és milyen szépen van fésülve a bundája, és milyen szép ez a kutya, biztos, hogy nagyon jól jönne nekünk is otthon egy ilyen. Nézzük őket ne csak szívvel, hanem ésszel is, elgondolkodva, egy kicsit mögé nézve ezeknek a történeteknek. Lássuk meg a lelket ezekben a szempárokban, amelyeket Csanád olyan gyönyörűen és olyan érzékletesen tud itt nekünk bemutatni. A formabontó sorozat iránti érdeklődés az elmúlt 10 év alatt sem hagyott alább. A négylábú modellek egymást követően érkeznek a budapesti műterembe. A fényképész hozzátette, szeretné kibővíteni az állatportrék körét, így a tervek szerint a jövőben nem csak az ember legjobb barátjáról készülhetnek majd megmosolyogtató fotográfiák. Azt is megmutatjuk, milyen kulturális programok közül válogathatnak az év utolsó és az új év első napjaiban. Az idei évben sem feledkezik meg a közönségről a muzsikás együttes. A világhírű formáció ismét színpadra lép, hogy művészbarátai segítségével repítse a hallgatókat a zene szárnyán egy régmúlt világba. Most a közönség a nézőtér helyett saját biztonságos otthonában élvezheti az élőben közvetített koncertet. A zenészek a távoli magyar lakta vidékekre kalauzolnak, ahol a népzene a mindennapi élet részeként épült be a hétköznapokba, egyrészt örömforrásként, a mulatozás alapjaként, másrészt léleknyugtató és feszültségoldószerként, gyógyírként a bajra. Ebben az évben ünnepelt szólistáik a Moldvából származó Petrás Mária és a Fölszállotta Páva győzteseként ismert Kacsó Hanga mellett a Kossuth díjas Perec András vendégeskedik a műsorban, valamint feltűnik még 2 ifjú tánc tehetség is, Berec István és Appel Sofer János. Az előadást december 30-án este 7:30-tól közvetítik a MÜPA weboldalán és YouTube csatornáján. Ünnepi közvetítésekkel várja a közönséget a Kolibri Színház. A társulat az év utolsó napjaiban sem hagyja magára a szórakozni vágyó közönséget. Naponta több, különböző korosztályt megszólító online előadást kínál a publikumnak. December 30-án és 31-én a Karácsonyi Rózsa legendája, a Macska voltam Londonban és a 100 lábúak láb alatt című bemutatóikat közvetítik, míg az új év első napjaiban a Kip-Kop és Tip-Top, valamint a Cyber Cyrano produkciókat élvezhetik a nézők otthonukból. Az előadások reggel 8 órától éjfélig tekinthetőek meg a társulat YouTube csatornáján, jegyek pedig az Interticket rendszerén keresztül vásárolhatók. Maszkabába invitálja az érdeklődőket az Operaház. 2021. január 2-án Horthy Lilla és Szapanos Tibor előadásában csendülnek fel közismert romantikus áriák, többek között Verdi és Chopin műveiből. Az ingyenes közvetítés este 8 órától kezdődik, az előadást az Operaház Facebook oldalán követhetik. Műsorunk végén megköszönöm egész éves figyelmüket. Legközelebb január 5-én, kedden este 6:30-kor várjuk Önöket ide vissza a képernyők elé. Addig is minden kedves nézőnknek boldog új évet kívánok, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A műsorvezetőt öltöztette a Trend for Viruho üzlet.